Sziasztok, Moblix TV-t nézitek, Ádám vagyok, ő itt pedig az LG T565B, ez a, inkább T565B, pontosan én sem tudom, hogy mind tervezte ezt az LG ezt a nevet, de zárójelben elárulom, hogy egyébként ez Viper kódnévre utal, hát még ha ez nem is egy sportkocsi, egy olcsóbb belépőszintű érintőképernyős telefon inkább az LG-től, a korábbi T500-as modellre hasonlítan, amelyről szintén volt korábban videónk. Itt láthatjátok az oldalán röviden, hogy mit is tud. Ugye 9,8 mm slim design, tehát elvileg egy vékony készüléknek nevezi ezt az LG. 3 megapixeles kamerát kapott, 2,8-szoros QVGA felbontású érintőképernyője van, ami már haladva a technikával kapacitív érintőpanellel rendelkezik. Van benne Wi-Fi, FM rádió, Bluetooth, ugye számos ilyen, illetve SNS, social alkalmazások, pushmailt tud, szóval egy, ha nem is egy okos telefon, de számos olyan dolgot fog tudni, ami nem árt. Kapunk a telefonhoz egy LG jótállási, rögtön ő köszönt be, itt lesz maga a telefon, tartozékok között pedig amit kapunk, itt látható maga a hálózati töltő, ami igazából akár egy Samsung töltő is lehetne, körülbelül ugyanígy néz ki a Star 3 Duo-s töltője is, éppen csak LG felirattal, vagy bocsánat, Samsung felirattal. Itt az akkumulátor, ami LGIP kötőjel 430N típusú, és 900 mAh kapacitású, elég kis, kicsi, slim egyébként. Illetve itt egy kis zacskóban kapunk még felhasználói kézikönyvet, többek közt magyar nyelven, illetve más nyelveken is tartalmazza ez a könyv. Itt, hogyha megnézzük magát a telefont a zacskóba, illetve a zacskóból kivéve, egy rendkívül kis vakító, vidító, piros szín tárul elénk, amely egyébként csak készülék előlapján van, ugye itt szépen körbe. A kijelző, ugye, mint már mondtam, 2,8-szoros QVGA felbontású, e felett található a hangszóró. Itt egy viszonylag nagyobb területet kapunk a kijelző alatt, ahol elrejtve az LG felirat, 3 darab gomb, egy visszagomb, ugye a középsőnk is krombetéttel, egyébként műanyag, illetve 2 másik gomb, jelen pillanatban nem tudom, hogy ez menü kiválasztó gomb, vagy esetleg telefon felvétel letételére szolgál, de későbbiekben ez is ki fog derülni. Maga ez a kis piros rész, ez ilyen kis műanyag, azon rendkívül tapis, picit talán gumi hatású is. Egyébként egészen jól néz ki ez a készülék ezzel a kis vakító pirossal. Ha megnézzük az oldalát, bal oldalra került a hangerőszabályzó gomb, jobb oldalt semmi, a tetején találjuk a bekapcsoló gombot, illetve egy 3,5 mm-es jack csatlakozást, alul pedig kapjuk a micro USB csatlakozót, valamint itt helyezkedik el a mikrofon is. Mint ahogy látjátok, ugye ilyen kis ívelt design, tehát itt is kis érdekesen van csapva a készülék alja. A hátulja pedig, hát egy hátránya van, hogy látjátok, lak fekete, és ez gyűjteni fog igazából az új lenyomatot, tehát vagy egy tokot, vagy egy védő ruhát nem árt mindig magunknál hordani. Középre került egyébként az LG felirat, mint márkajelzés, illetve a 3 megapixeles kamerát is itt találjuk. Tetején, amit szintén egy piros kis, mondhatni Viper piros kör ível, tehát tetején tudjuk levenni a hátlapot, és hogyha benézzünk alá, itt a készülékház is teljes egészében piros színű. Ugye a vakítópiros, ebből mondjuk elsőre nem sok mindent látunk a készülék hátlapján, ha rajta van, de innen már tudjuk, hogy maga ez a piros keret és a kamera között innen indul el. A SIM kártyát hosszában itt tudjuk betolni, illetve oldalasan pontosabban itt tudjuk behelyezni,
valamint a microSD kártyát itt oldalt tudjuk betenni, igazából 32 GB-ig tudjuk ezt bővíteni. Ő volna tehát végül is az LG T565B Viper telefon. Ádám voltam, a Mobilix TV-t néztétek, sziasztok!